A madfűhely és ipartörténeti gyűjtemény szeretettel várt minden érdeklődőt, földrejtette kincsek, bronzkori leletegyüttesek a Tiszavidékén című kiállítás megnyitójára 2020. február 20-án. A Szolnoki Damjanich János Múzeum nagy sikerű időszaki kiállításának újabb állomása a Madfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár. Asztalosné Kocsis Enikő, városunk kulturális intézményének vezetője szeretettel üdvözölte a vendégeket. Kiemelten köszöntötte dr. Horváth Lászlót, a Damjanich János Múzeum igazgatóját, dr. Tárnoki Juditot és Mali Péter régészeket, illetve Hegedűs Gabriella kurátort és csapatát, akik mindazon dolgoztak, hogy a madfűek és a tiszazúgiak egyaránt megcsodálhassák ezt a nagyszerű gyűjteményt. És hát az is eszembe jutott, hogy ahogy szerveztük a kiállítást, akkor beszélgettem többekkel, mert hát nagyon boldogok vagyunk, hogy ez az év kiemelt egyik nagy kiállítása, és mindenki elárulta, hogy tudod, hogy kiskoromban régész akartam lenni, el fogok jönni és megnézem. Tehát most, hogy tényleg van ilyen lelki attitűd, hogy én is jelentkezem, én is egy időszakban. Az időszámításunk előtt 2500 és 900 közötti időszakot hívjuk bronzkornak. Ez a tárlat a késő bronzkor tárgyait, tárgyegyütteseit mutatja be, mondta dr. Tárnoki Judit megnyitó beszédében. Az volt a célunk, hogy a bronzkori bronztárgyaknak a széles választékát ismertessük meg a látogatókkal, az érdeklődőkkel. Ez a kiállítás azt ígéri nekünk, hogy bronzkori kincseket fog bemutatni. Hát nyilván ez rögtön megmozgatja az ember fantáziáját, hogy ó, hát kincsek, milyen kincseket fogunk látni ezen a kiállításon. Hát az őskori kincs fogalma, meg a régészek által használt kincs fogalom azért az eléggé eltér a mai eszünk kincs fogalmától. Kétségtelen ők is, tehát az őskori emberek, a bronzkori emberek is kincsként kezelték az aranytárgyakat, ami ugye már nekünk is értéket jelent. És ugye vannak aranyból készült kincsek, aranyból készült tárgyak és leletek, de a régészek kincsnek hívják és kincsként kezelik ezeket a bronzleleteket is, amelyek a késő bronzkorból származnak. Gyönyörűen díszített edények, kardok, ékszerek, bronzból készült használati tárgyak, ugyanakkor a régészek kincsnek hívják azokat a bronzleleteket is, amelyek nem ilyen egyértelműen az értékes tárgyak gyűjteménye. Használt, kopott és törött tárgyak is fellelhetőek. Elsősorban a Felső Tiszavidék múzeumai Nyíregyháza Debrecen Kisvárda kölcsönözte ezeket a bronzleleteket, ugyanis a Felső Tiszavidéken Magyarország, illetve a érintkező területen Romániában nagyon jól, pregnánsan megmutatkozik egy bronz műhelynek a körvonala. Egyrészt van a Felső Tiszavidéken egy nagyon jól körvonalazható Erdélyből álló bronzműves kör, valamint a másik, amit ismerünk és tudunk, az a mai Dunántúl, egész a nyugati peremén, Velencszentvíd, Celldömörök környékén van a másik ilyen késő bronzkori bronzműves centrum. Az utóbbi időben szerencsére Szolnok megyében is megszaporodott a fellett bronzkori kincsek száma. A rendszer nélkül elásott leleteket nem lehet keresni, véletlenül lehet őket megtalálni, illetve az új típusú, nagy teljesítményű fémkeresőkkel lehet bronzkincseket találni, szigorú szabályozás mellett. Az egyedülálló tárlaton többek között a Martfűn előkerült bronzkardot is megtekintheti a nagy közönség. A Martfű és Vezsek között 1959-ben találták, és halászoktól vásárolták meg ezt a kardot, tehát a halászok találták meg, gondolom, a hálóba beleakadt, és úgy húzták ki a vízből. Gyönyörű, vésett díszítésű, úgynevezett markolatnyújtványos kard. Ez nem egy gyakori kardtípus, eddig összesen 99 darabot ismernek belőle Európa szerte. Valószínűleg ezek ilyen fogadalmi felajánlások, amikor valamilyen vagy egy nyertes ütközet után, vagy egy csata előtt, vagy valamilyen a közösségen belüli nevezetes alkalomra való felajánlása az, hogy a kardot
ünnepélyesen beledobják a vízbe. Használhatatlanná teszik, innentől kezdődően a közösség számára, és azzal, hogy elhajítják, ezzel nyilván valami felső erőnek ajánlják fel a kardot. Ilyen a marfői kard is, hiszen azt a Tiszából horgázták ki. Hát ott valahol a Tisza parton oda lovagoltak, mert ezek már azért jócskán lovagoltak, oda lovagoltak a késő bronzkori harcosok, és ott valamilyen szertartás során a Tiszában ezt a gyönyörűséges szép kardot biztos fájó szívvel, nekem biztos nagyon fájt volna szíve, érte? Ezt a gyönyörű kardot beledobták a Tiszába. És aztán hál' Istennek szerencsére megtalálták ezek a jó vezsegyi halászok, mert úgy tudom, vezsegyiek voltak. A megnyitó részeként Mali Péter régész tartott szakmai tárlatvezetést. Sok általános és középiskolás diák is ellátogat a művelődési központ kiállító termébe, ahol egy múzeumpedagógiai óra keretén belül Eilerzit a múzeológus vezetésével megismerhetik a Tiszavidéken fellett bronzkori kincseket. A rendkívüli kiállításra szeretettel várja az érdeklődőket és családokat egyaránt a Marfi Városi Művelődési Központ és Könyvtár, amely hétvégén is látogatható március 27-ig az intézmény emeleti kiállító termében.